mint egy ilyen hatalmas, mondom, egy négyzetméter nagyságú lukak voltak, ami arra szolgált, hogy a szenet vagy a fát itt begolták, itt tárolták, és akkor innen hordták föl a tantermekbe a fűtéshez ezt a tüzelőanyagot. Hiszen Nyíregyháza legrégebbi iskolája. Így van, Nyíregyháza legrégebbi iskolája. Korábban szenet tároltak a Kossuth Lajos gimnázium pincéjében. Ma arra vár a helyiség, hogy egy nagyobb felújítás után igazi közösségi térként funkcionáljon. Az épület talajvíz elleni szigetelését csak akkor tudjuk maximálisan biztosítani, hogyha ezt a pincehelyiséget is szigeteljük a talajvíz ellen teljes mértékben. Így fogjuk biztosítani azt, hogy a főfalak ugye a későbbiekben ne omoljanak össze. Sajnos azt itt a feltáró gödrökben is láttuk, hogy gyakorlatilag nincs igazi alap, ugye ez alatt a régi építésű épület alatt, ez a 900-as évek elején épült, 1907-ben adták át ezt a részét a gimnáziumnak, és nem volt semmi különösebb alapozás, nincs semmilyen talajvíz elleni szigetelés, ezért van itt ez a vizes, dohos, áporodott szag és környezet, légkör. Viszont nagyon fontos lenne, hogy ennek a résznek a szigetelését megoldjuk, annak érdekében, hogy az egész épület biztonságban legyen. A beruházás fontos az épület állagmegóvása miatt, hiszen az intézmény műemlék, ezért fokozottan vigyázni kell rá. A pince felújításában azonban közre játszik, hogy az iskolán belül szeretnének olyan közösségi helyeket, tantermeket és tereket kialakítani, ahol a diákok jól érzik magukat, és akár tanítási órák után hasznosan tudják eltölteni az időt. Az a célunk, hogy ne elsősorban raktár legyen, hiszen azért itt tágas nagy helyiségekről van szó, ahol a belmagasság is teljesen elfogadható. Tehát szeretnénk egyrészt az egész épület talajvíz elleni szigetelését, illetve a főfalak vízszigetelését megoldani, és utána pedig ezeknek a helyiségeknek a falainak a teljes kiszárítása után olyan vakolattal ellátni, hogy ezek közösségi helyiségek, akár tantermek is lehessenek, tehát a mindennapi életben valóban tudjuk őket használni, tehát valami igazán szép pincehelyiségekre gondolunk. A beruházás 73 millió forintba kerül. A megnövekedett építőanyagok ára miatt a költségvetés közel kétharmadát önerőből finanszírozza az iskola, a fennmaradó részt, 30 millió forintot pedig az Evangélikus Egyház biztosítja. A jelenléti oktatás miatt a tanítási órák után és hétvégén tudnak majd dolgozni a kivitelezők, de a munkálatokat már az elkövetkezendő hetekben megkezdik. Az iskola vezetősége úgy tervezi, hogy márciusban tudják átadni a megújult helyiségeket.